időszámítás kezdődött a Ferencváros labdarúgó csapatának történelmében, hiszen Tomás Doll távozott a vezetőedzői posztról, helyét pedig az ukrán Szergej Reprov vette át. A szakember nem akármilyen futbolista múlttal rendelkezik, hiszen máig ő az ukrán bajnokság történetének legeredményesebb játékosa 123 góllal. Ám mégsem erre a legbüszkébb. A legjobb, hogy olyan remek csapatoknak lehettem tagja, mint például a Dinamo Kijev vagy az ukrán válogatott. Sosem úgy tekintettem a dolgokra, hogy én mit értem el, hanem arra, hogy a csapat meddig jutott. Hiába lőttem gólt, ha nem nyertünk, nem voltam boldog. Nagyszerű emlék, hogy Bajnokok Ligája elődöntőt is játszhattam, a kijevi éveim nagyon meghatározóak. Of course, the age it was I spent in Dinamo Kijev is memorable for me. Az aktív pályafutás után nem sokáig volt kérdés, hogy mi vár Szergej Rebrovra a jövőben. When the players finish in career, they have a choice what to do. Amikor egy játékos abba hagyja az aktív futballt, több lehetősége is van, hogy merre menjen tovább. Természetesen szerettem volna a labdarúgás körül maradni, és úgy éreztem, edző válhatna belőlem. Érdekelt ez a szakma, nagyon sok trénert követtem, hogyan végzik a munkájukat. Ilyen volt például Guardiola vagy Pellegrini. Figyeltem, ők miként viszonyulnak a játékosokhoz, ez igazi gyakorlás volt nekem. Amikor a Dinamóval sikereket értem el trénerként, akkor jöttem rá, hogy ez az életem. Of course I understand that's my life. Rebrov 3 éves irányítása alatt a Dinamo Kijev kétszeres ukrán bajnok, kétszeres ukrán kupagyőztes és ukrán szuperkupagyőztes lett, majd 1 év Szaúd-Arábiai kitérő után jöhetett a Ferencváros. Nem egyszerű úgy jönni egy csapathoz, hogy nem voltál velük a felkészülési időszak alatt. Akkor lehetett volna sok mindent tesztelni és modellezni, de most ez így alakult. Sokkal keményebben kell dolgoznunk ennek függvényében, az első mérkőzések nagyon fontosak lesznek. Majd az alapján megtervezzük, merre haladunk tovább. Úgy vélem, ezzel a kerettel futunk neki a következő időszaknak, mivel nincs elég idő arra, hogy felmérjen mindenkiről, mire képes. Télen biztos, hogy lesznek változások, ez természetes a futballban. Ha majd úgy érezzük, vérfrissítésre van szükség, akkor körülnézünk, illetve ha valaki elveszti a motivációját, nézhet más csapat után. Bár vezetőedzőnknek időre van szüksége a csapat feltérképezéséhez, érkezése előtt már elkezdte tanulmányozni játékunkat. I watch lots of games, of course watching by TV and watching real game is it's so different. Sok meccset láttam, de TV-n nyilván más benyomást keltett az együttes, mint élőben. A szezon jól kezdődött, úgy éreztem a Fradi érdemelt volna továbbjutást az Európa Ligában. Teljesen kiegyenlített volt a játék, de a végén talán elvesztették a koncentrációt a játékosok. Most az a legfontosabb, hogy több az első fordulókhoz hasonló szép eredményt érjünk el. Tudom, hogy a Vidivel mindig nagy a küzdelem a bajnoki címért, az Újpest is az európai szereplésért harcol. Tisztában vagyok a magyar futballal, hiszen sok ukrán játékos játszik itt, ezért figyelemmel követtem az eseményeket. Az biztos, hogy a Ferencváros és a Vidi más szintet képviselnek, a többi csapat számomra hasonló. Persze emellett szinte mindenki harcolhat Európáért. Okay, other teams is for me is nearly the same level. And all these teams have a chance to be third and fight for the European. A magyar futball ismeretében pedig jogos kérdés, hogy milyen Ferencvárosra számíthatunk új edzőnkkel. The football is lots of different components. You cannot say oh, we go attacking but forget about defense. A futball nagyon sok összetevős, nem lehet eszetlenül a védekezésről megfeledkezve támadni. Ami fontos, az az egyensúly és az intenzivitás. A szurkolók úgy jönnek meccsre, mint a színházba, szeretnének valami látványosat. Ha a játékosok fáradtak és nem adják a maximumot, akkor nem számíthatunk nagy érdeklődésre. Ezt próbáltam elmagyarázni a srácoknak is, hogy minél pörgősebben kell játszani. Nem lehet csak támadni, mert lehet, hogy másnap elbúcsúznak az edzőtől. Megpróbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt. A legnagyobb várakozás mégis azt előzi meg, mi lesz a címerünk felett a következő idényben. A szurkolóknak nagy célkitűzés, hogy 3 csillagunk legyen. Ez a klubnak is presztízst jelent. Én még csak most álltam munkába, meg kell találnunk a legjobb megoldásokat a játékosokkal, és akkor együtt megpróbálhatunk változást hozni.